Ön mindenkinek lászkette, 90 vagyok és jó hírrel szolgálhatok, lemaradtatok egy pár dologról. Konkrétan arról, hogy fél órája követek egy gyürgét, aki itt megy, ez az egyik, a másik, egy kisebb ugrálós jelenetről, és mindez azért, mert a Mirillis úgy döntött félúton, hogy ő most abba adja a felvételt. Nem elég, hogy abba adja, de a meglévő anyagot azt így törli. Hallottam! Köszönöm szépen! Szóval lemaradtatok egy két dologról, de semmi lényegesről, semmi olyan, ami a történethez csatolódik. Ja persze. Zsúgy. Most az a lényeg, hogy ki kell jutni a tetőre. Úgyhogy remélem, hogy innentől kezdve nem fog lefagyni a Mirillis. Meg nagyon remélem, hogy nem lesznek olyan hasonló problémák, mint ami másnak van. Mert mostanában a Mirillis nekem is kezd bedögleni, meg nem csak nekem, hanem másnak is. Faith! Hát hova mész? Ugorj már föl! Köszönöm. Köszönöm szépen, erre vágytam, lövöldözöttek még. A legjobb érzés, amit egy ember adhat egy nőnek. De nem a szex, a lövöldözés. Mi? Hát ez jó, tudom mi van alattam, egy bambusz. Köszönöm szépen, bambusz. Oh, jönnek ám, nem vicc, ez nem vicc. Ez az. Na innentől már egyenes utam van, ha csak megint nem fagy két a Mirillis, mit tudom én, túlterelődik a proci vagy valami hülyeség. Jaj! Én meg Istenem mit művelek, jaj nekem odaestem volna bele. Nem kell lőni! No! Robburn? Ki az a Robburn? Azt se tudom, hogy hogy hívják a karaktereket, meg hogyha tudom is, hogy valamiről szól, azt se tudom ki kicsoda. De nem baj. Mi? Valaki ordított egyet, nem kell megerőszakolni egymást csak azért, mert egy nőt üldöztök. Mert... Sziasztok! Nem véletlenül vártam ám meg, míg lassan leáll. Mert hogyha beleugrok miközben leáll, akkor megöl a játék, mert olyan kedve van. Ah, Istenem, megint ez. Az előbb voltam itt. Csövi! Nem érdekel. Én a tetőre megyek, minden más most leszarok. Önnek is csokkolom, maguknak is ott lent! Basszátok meg! De... Ja, hát igen, ezzel kell baszni az időt, mert... Igen. Csináljuk már meg úgy ezt a részt, hogy fuss a falon, a centerbe kell ugrani, de te a jobb szélén menjél, légy szíves. Csináljuk már meg, ez tök jó ötlet, játéktervező approves. There she is! Fuck you! Köszönöm szépen. Jó, lőjétek már ki, köszi. Nem kell vele foglalkozni. Így. Szóval, aki ezt kitalálta, hogy vágná el a nyakát egy papírvágóval. No, van már. Szétlőnek itt mindent. Az egész pláza tiszta lyukacsos lesz azért, mert valakinek nem tetszik, hogy valaki más rohangál. Egyszerűen föl se tudom fogni. De annyira nagy kriminalitás lennék, esküszöm. Világ elleni bűnt követek el ezekkel a dolgokkal. Elmenekültem egy bűhelyszínéről, jó van basszus, ti meg leroboljátok a fél várost, értem. What? Ez aztán. Nice of you to drop by. With a little bit of persuasion, Robburn was pretty chatty. Told me about his meeting with Pope's killer at the mall. And you're thanking me, right? But when I got there, guess who was waiting for me? No idea, Faithy. I just go there for the pretzels. Bad case of the blues. You wouldn't happen to know anything about that, would you? No, Faithy. It wasn't me. Besides, if I wanted you dead, don't you think I would have just killed you myself? You're right. A creep like you couldn't have organized. Now, don't be like that. Roadburn's dead. I'm impressed. Wasn't me. You need to be careful who you hang around with. Oh, I learned that a long time ago. And yet, here we are again. But I'm afraid I'm gonna have to cut this little meeting short, Faithy. Places to be, you know how it is. Try not to get yourself killed. Merc, you can stop pretending not to listen now. What's up? Can you do a search on Perandella Kruger security? On it. Why do you ask? Been seeing their name around. In Roadburn's office and somewhere else. Distinctive logo. Getting anything? Just what you'd expect. Alarms, fencing, armored cars, private security. Oh, and they secure our world, apparently. Where are they based? A few offices around town. Just got a new place down near the docks. Get me some coordinates. I'm gonna go check it out. Te Merc, nézd már meg egy biztonsági rendszerrel kereskedő vállalatot, oké? Megnézte. Akkor most elmegyek oda, ahol minden tiszta kamera meg ilyenek, jó? Oké. A logika itt egy teljesen új szintet ismer, amit én nem. Loading bay should be way, you know. Köszönöm. Ó, elkapta. Elkapta! Hát mi zajlik itt? Köszönöm szépen kedvességedet, faj! Látjátok? És itt és most itt szépen lehet ugrálgatni. De az előbb nem lehetett, mert össze-vissza mindenhol kitörte a lábát, mert olyan kedve volt ennek a lánynak. Mint most! Oda föl. Mély! Dokkok közelébe vagyunk, ott van a biztonsági iroda, de nem oda. Hanem itt megfordulunk. Itt falon futunk, itt ugrunk, itt föl, itt le, itt át, itt föl. Itt előre, föl, föl, hátra, le, föl, föl, oldalt. Föl, föl, és itt vagyok. Hát ez most tökéletes. Miért legyek óvatos? Miért legyek óvatos? Akkor ne válaszolj, baszd meg. Mi ez az ajtó? Hello. 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 Komolyan nem lehet följebb jutni. De én megőrülök. Hát hogy tervezik meg ezeket? Hihetetlen. Egy milliméterre följebb van az elkapási határon belül. Itt valamit nagyon el tudtak méretezni. Jaj, Snipe Hurz! Hé, itt van egy nagyon vicces dolog. De be lehet őt bugolni. Ne, don't come down, don't! Jaj, nekem! Ott a szegény. Jó van. Hol még? Nincs is több. Na de. Hi guys. Hi. 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 Az nem hat meg. Hi. Ezt ide lepottyantam, hogy? Most mehetek vissza a kedvenc tetőmre. Amin be lehetett volna bugolni egy katonát tök viccesen. Miért jövök én ide? Mert ide kell jönnöm. Perfect. De... Szia, ajtó. Megmondanád, hogy mit keresek én itt? Bejöttem, de már mindenki tudja, hogy itt vagyok. Három vagy... mennyit? Egy, kettő, három... Három biztonsági őrt, igen, kinyírtam. Vagy négyet talán. De ez senkit se zavar. Ez se, hogy ez... Hogy van itt? Miért? Miért? Miért nem lehet fölmenni úgy, hogy én akarom, basszus? Nem, nem lehet úgy fölmenni, nem. A játék kitalált valamit, és csak úgy lehet fölmenni. Mert ez még jobb. Kifelé innen. Katonák. Katonák. Tudjátok mit? Baszd meg! Itt maradok. Amíg visszatört a HP, aztán újraindul. De... valamelyik besiport biztos csúnyát mondott. Gyertek, bab. De... állj már! Miért van itt ennyi feleslegesen kitalált folyosó? Marad! Szia! Szia! Menj, 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 menj! Hát ez megérte! Ezen kezdem unni, hogy állandóan konfliktusban van erőltetve a játékos. Miért nem kell ide konfliktus? Ha egy öldökléssel felvértezett játék kiátszható mindenféle öldöklés nélkül, akkor... mi van, drágám? Olyan komfortosan el vagy. Hogy érzed magad? Kész vagy a halálra? Akkor megyek. Fuck! Fuck! Hol a fegyód? Itt. Oh-oh. Oh-oh. Nem áll! Kösz szépen, bassz meg, hogy az ugrálós játékba kell lövöldöznöm. Kikúrt közel vagyok egy réspichez, úgyhogy ajánlom, hogy ne baszakodjatok. Kösz! 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 Jó, a Ferenci találtam egy rövidebb utat. Fasz fogok én veletek finomkodni. Na megint hozzászoktam, hogy ez egy öldöklős játéknak van. A Dice csinálta, hát akkor miért is ne? Ragadjunk fegyvert, azt lőjünk halálra mindenkit. Jaj, de kinőttem én ebből a stílusból, te jó Isten. Nemrég vittem ki újra a Dishonored-öt, és most viszem a Bioshock Infinite-et, és a Dishonored az például egy tök olyan játék, amiben szemléltetik, hogy igen, ott a kard a kezedbe, de ez nem azt jelenti, hogy használni kell. A Bioshock Infinite-ből meg már konkrétan elegem van, mert egyszerűen nem az a lehet osonni meg mit tudom én, hanem az is az a menjünk előre és öljön meg mindent, hogy miért, mert én ezt mondtam, azért. És most az a hogy jussak el? Ahhoz az egy szem ajtóhoz, itt nem tudom, mert nincsen futható felület. Megvan. Istenem. Ide miért jöttem? Nem tudom, de itt egy táska. Álló! Álló! Összkiáramlás munkarapokon legyen rendkívül óvatos. Lehet, hogy oda nem kéne beugrani. Ennyi volt. Ahelyett, hogy... ja, jó. Oké. A játék se tudja néha eldönteni, hogy mit akar. Igaz, én se tudom eldönteni, hogy mit várok el tőle, de az nem baj. Az én vagyok. Én határozatlan vagyok. De be kell jönni. Itt meg kell nyomni egy gombot, azt hiszem. Nem, ez a szoba konkrétan felesleges. Valahol itt el lehet indítani valamit. De hogy lehet oda följutni? Emlékszem, hogy annó itt ezen a részen nagyon sokat baszakodtam, mert nem tudtam, hogy mit kell csinálni. Mert itt van egy ilyen hosszú izé, egy ilyen catwalk, ide följössz, és aztán semmi. Itt megakad minden tudomány. Konkrétan tényleg nem tudom, hogy itt mit kéne kezdenem. Ott van egy szellőző, szóval valahol van egy szellőző, ahol föl lehet menni. De aztán lehet, hogy itt kell tovább menni? Át kell menni egy másik térbe? Kussolj már! Én mindent el tudok kapni, de ami egyszerűsíti a játékot, azt nem. Bocsánat, hogy kérjek. Kiderült, hogy arra nem tudok menni, mert semmi értelme annak, hogy én arra menjek. Miért? Egy leheletnyivel kellett volna összéptolni azokat a szarokat, hogy el tudjam kapni, de nem. Meg egy leheletnyivel kellett volna csak meghosszabbítani mindent, hogy jó legyen. De nem, mindenből lehagyunk egy kicsi leheletnyit. Mit tesz az a kis leheletnyi kihagyás? Pont egy rage quit-et. Nézd meg! Jaj már, jól látom. És megkérdezik a játékostól, kisfiam, miért vagy sikideg? Ide ütetem és meglátja. Basz meg. Én komolyan megőrülök. Oda rakunk egy gerendát, mert ide ez kő! Erre nem mehetek, nem. Akkor merre menjek? Most akkor mondd meg nekem, Mr. Gerenda, hogy merre menjek, baszd meg. Kap már el azt a szart! Ez az, bent vagyok, jaj már! Alig vártam, hogy ide érjek. Most annyira örülök a lelkemnek, hogy ezt megnyomhatom. És most mehetek vissza, és átmegyek ott. Egyszerűen lelket mozdító. Mondjuk annyira messze tényleg mehetek. Mi van? Ja, persze, ide föl. Meg ide föl, nem. Mi van? Jó. Rakjunk már ide be egy felesleges kerítést. Mindenkinek szüksége van egy felesleges kerítésre. És hogy jussak be magam alá? Na gyerünk, geniusök. Hogy jussak be magam alá? Hogy? Aj, már. Egyszerűen megőrülök. Isten áldjak meg, aki ezt kitalálja. De egyébként below me, de juss egyel följebb, hogy használd a fönti létrát, hogy lejuss 2 szintet. Gratulálok, gratulálok, baszd meg, szép volt. Na álljunk meg egy picit. Vissza. Ebből a magasságból lazán elkapja az alatta lévő zászlórudat, de ebből a magasságból ezt nem tudja elkapni. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, következő részben pedig folytatjuk, és ígérem, hogy addigra kitalálom, hogy tudnék úgy menni előre, ahogy a játék azt szeretné, és nehogy véletlenül a szabad gondolkodásmódomat valahogy hasznosítani tudjam a játékon belül. Köszönöm szépen, megnéztetek, folytatjuk. Sziasztok!